második rész indult. Szekcióban is hasonló játékszabályok uralkodnak, ugyanúgy 25 perc az előadásnak az ideje. Ugyanúgy fogom jelezni, hogy az első szekcióban kérném ezt a második szekcióban előadókat is tartsák tiszteletben. És akkor felkérném első előadónkat, Papp József, Puskáról és Podmanicki díjas helytörténész, illetve Debrecen város Csokonai díjasát, hogy tartsa meg előadását, melynek címe Harcok következményei Debrecenben. Köszönöm, szeretettel köszöntök én is mindenkit, és külön köszönöm a felkérést, hogy ezt az előadást megtarthassam, bár a zapszem effektus azért elég erősen működik, mert azért ilyen kemény katonai témákkal azért nem szoktam foglalkozni. Én erősen civilként szoktam beszélni, és kizárólag, ha csak egy mód van rá, akkor csak Debrecenről. Ahhoz, hogy értsük, hogy mi is történik Debrecenben, hogy reagál Debrecen népe arra, ami a II. Világháborúban, II. Világháború előtt, II. Világháború után éri, ahhoz egy picit vissza kell lépnünk a történelemben annyiban, hogy hát Debrecennek óriási évszázados tapasztalata volt abban a debreceni lakosságnak, hogy mi az, amikor újra kell építeni egy várost. Ez a város hol tűzvészekkel, hol egyszerűen csak azért, mert akkor is a hadakutyában volt keresztbe, és ezért menekültek a lakosok szántanaszó Debrecenből, és ezért hol a tűzvészek miatt kellett új házat építeni, hol egyszerűen csak azért, mert az éppen beözönlők elvittek mindent. És nem kell kiemelnünk egyetlen egy népet sem, amely esetleg nagyobb kárt okozott Debrecenben. Nem kellett válogatni, török, tatár, német sarcolta sok esetben Debrecent. Hát nagyon nehéz feladatra vállalkozom, hogyha ezt a folyamatot, ami 1944-ben lezajlott Debrecenben, ezt megpróbálom részletesen elmondani, de hát nem is vagyok erre hivatott. Viszont nem állhatom meg, hogy nem mutassam be, hogy mik azok a körülmények, amik arra azokban az időszakokban Debrecenben voltak, amelyek tulajdonképpen arra sarkalták a szövetségeseket, hogy Debrecen is támadási célpontnak jelöljék ki. 1944. június 2-áig tulajdonképpen a debreceni nép alig-alig találkozott hat közvetlen háborúval, akkor érte el viszont egy óriási csapás, egy hatalmas nagy, ahogy említette is tábornok úr, a háromszög bombázás egyik célpontjává vált Debrecen. Valahol olvastam, hogy nem is igazán Debrecen volt a cél. Hát sajnos Debrecen elsőrendű célpont volt, méghozzá azért, mert egy kiemelt közlekedési csomópontról van szó. Annak idején Debrecenben a vasútállomás és környéke az még úgy létesült, hogy teljesen kívül volt 1857-ben, amikor átadták, kívül volt a lakott városon. Igen ám, de az eltelt körülbelül 100 év alatt gyakorlatilag körbeépült a vasútállomás és környéke, és a vasút mentén hatalmas, a korabeli viszonyok között hatalmas ipari telepek jöttek létre. Az üzemanyag tárolóktól kezdve a famegmunkáló üzemeken át sok minden közvetlenül az állomás mellett települ, és ott sajnos olyan szegény lakónegyedek is voltak, amelyeknél egyetlen egy találat is igen sok embernek a házát képes volt elvinni, sőt volt egy speciális terület, a debreceni református ispotály, amely teljes mértékben ezeknek a találatoknak a keresztüzébe került. Ez a repülőkötelék, amiről itt egy nagyon szemléletes képet látunk, ennek az egyik tagja éppen a város nyugati irányból repüli keresztül. Ott a két karikával jelölt hely, az egyik az állomás, a másik pedig a vagongyár környék. Ez a vagongyár, ez a
MÁV-nak a járműjavító telepe volt, ami egy a korabeli viszonyok között egy kimagaslóan felszerelt terület volt. És ez a vasúti csomópont, ennek a vasúti csomópontnak a megbénítása valóban úgy nézett ki, hogy komolyan hátráltathatja a normandiai partraszálláshoz visszavonható németerőknek a visszavonási lehetőségét. Az egy másik kérdés, és itt a térképen nem is mutatok mindent. Tehát azt is tudnunk kell, hogy nem csak ezek a vasútvonalak voltak, az úgynevezett nagy vasútvonalak voltak, hanem a korabeli debreceni belső villamos hálózat is pontosan ugyanolyan nyomtávval rendelkezett, mint a nagyvasút, és ezzel szoros összefüggésben volt. Ennek is köszönhető, hogy végeredményben a hatalmas bombázások azért rendkívül rövid ideig számolták fel a vasúti forgalmat. Igazán a magánembereknek volt az óriási csapás. Egyébként konkrétan, és itt körünkben van Horváth Attila, aki ennek a témának nagy-nagy tudója, Horváth Attila kimutatta, hogy a város területén megtalálható volt 921 bombatalálat. Pontosan be lehetett azonosítani, és ezt úgy kell elképzelnünk, hogy 1944. június 2-án 8 óra 46 perctől kezdve több hullámban összesen 1 óra 56 percen keresztül bombázták a várost. És hogy reagál erre a város? Rengeteg halálos áldozattal. Annak az az oka, főleg az az oka, megint csak Attilára tudok hivatkozni, ugye rengeteg számadat keringett arról, hogy nem is haltak meg Debrecenben, ki lehetett mutatni, hogy 509 fő az, aki vagy közvetlenül a támadásban, vagy az ott szerzett komoly sérülésekben halt meg. És ez az óriási szám azért is jöhetett ki, mert ekkorra már 1944. júniusára gyakorlatilag elfásult a lakosság. Nem vették igazán komolyan a légiriadókat, és ráadásul azok a légvédelmi megoldások, amik Debrecenben voltak, azok finoman fogalmazok nem voltak tökéletesek. El lehet képzelni, hogy egy olyan hatalmas forgalmú területen, mint a nagyállomás, vasútállomás környéke, mindössze árokóvóhelyek voltak találhatók, de voltak olyan óvóhelyek, amelyeket vasúti mérnökök alkottak meg, és mai statikusok kiszámították, hogy azok a vasúti sínek, amikkel melevítették a mennyezetet, a fölöttük lévő épület súlyával együtt hamarabb borultak volna össze, mint az épület többi része alatt lévő pincék. Konkrétan én ilyet a MÁV igazgatóság épülete alatt láttam, megcsodáltam a csodálatos diósgyőri síneket lent a pincében, ami nekem személy szerint azért is érdekes, mert az egyik vasút közeli helyről kibombázott nagyapámék, aki ugye vasutas volt, nagyapámékat oda menekítették addig, amíg lakást nem kaphattak. Jellemző, hogy a támadás során kevéssé sérültnek minősült, most itt már több támadásról is fogok beszélni, tehát ugye volt a június 2-ai, aztán a nagy, szintén szövetséges légitámadások szeptemberben ismétlődtek, de hát közte is azért voltak kisebb-nagyobb támadások, és utána pedig gyakorlatilag az október 19-én, 20-áig tartó események, mert folyamatosan pusztult a város, hol belövések, hol közvetlen légitámadások következtében pusztultak az épületek, és váltak sok esetben rommá. És viszonylag érdekes, hogy kevéssé sérültnek minősült a nagy templom, amelynek a nyugati tornya ledőlt. Leégett a teljes tető. Sajnos nem találtam most meg azt a fotót, pedig igen látványos, hogy a középső hatalmas nagy boltozat, egy téglaboltozat, amit
annak idején azért csináltak építkezéskor, mert nem merték lefedni egyenesen úgy, vagy pedig szabadon hagyni azt a teret, és kerítettek egy olyan építőmestert, aki megmert csinálni egy 20 méter átmérőjű hatalmas déglomboltozatot. És itt viszonylag jó sikerülhetett, mert hogy leégett fölötte a tető, és az a boltozat, azok a fényképek tanúsága szerint az gyönyörűen megmaradt. Ha valaki kíváncsi rá, egyébként ma is látható, a két torony között van most már átjáró a parnásom, és megnézheti. Ugyanígy viszonylag kevéssé sérültnek minősült a városháza, pedig annak is a közgyűlési terme az gyakorlatilag megsemmisült, és tűzvész pusztította el a Kossuth utca felüli sarki részét is az emeletnek. Mi történik a szeptemberi támadásoknál? A szeptemberben 112 ember hal meg a végi támadásban. Ugye említettem, hogy 509 halottat számlált az előző. A kettő közötti különbségnek az az oka, hogy a nagyjából 120 ezer össznépességű Debrecen az első légitámadások után szinte kiürül. Még akkor is, amikor a szovjet csapatok már elfoglalják Debrecen, és elrendelik november 3-án, 4-én a népszámlálást, akkor is 45 ezer, azt hiszem, ha jól emlékszem, igen, 45.006 főt találnak Debrecen teljes területén, ami, ha belegondolunk, kevesebb, mint a fele a teljes népességnek. Az történt ugyanis, hogy a családok igyekeztek mindenkit kimenteni a városból, a környező tanyavilágba és a környező településekre. És nekem azért is tetszik ez, most ugye néztük a páncélos csatáról a térképeket, hogy azért tudnunk kell, hogy a korabeli Debrecen az nem akkora volt, mint most. A korabeli Debrecen a Tiszától a Vámospércsig ért, magyarul a csatának a nagyobb része az mind-mind Debrecen határán belül zajlott. És ezért van az az elnevezésbeli gond, hogy most akkor Ortobágy, mert nem Ortobágy. Tudni, hogy Ortobágy az Debrecennek a része volt valamikor. A harci cselekmények Debrecen területén mind a magyar, mind a német, mind a szovjet hadsereg katonái közül igen sok áldozatot követeltek. És hát azokban az napokban, amikor ezek a bekövetkeztemények, akkor nem nagyon volt arra idő, hogy szabályos temetésekkel temetőkbe helyezzék el a holtakat. Az esetek többségében otthantolták el, ahol éppen meghalt az illető, és csak később kezdték felszámolni ezeket a hevenyészet sírokat, amelyek sok esetben köztereken, parkokban, sőt katonai kórházakban, vagy katonai kórházzá minősített, alakított iskolák udvarában volt. Például a Svetics intézetnek az udvarában, Svetics és a mögötte lévő Dóci intézetet összekapcsolták annak idején, és egy hatalmas kórház rendszerként élte hát a háborút, és ennek az udvarában is ott voltak az ideiglenes temetési helyek. Ennek a felszámolása, ennek a sok-sok temetési helynek a felszámolása gyakorlatilag elkezdődött rögtön októberben, de főleg novemberben, amikor a városparancsnok utasítására a város előjárói és nagyon sok civil, akiket erre berendeltek, ezek kellett, hogy felszámolják ezeket az utcai temetési helyeket. Zömmel kivitték őket a szovjet katonai sírrá minősített egyik köztemetői parcellába. Másik részükből viszont bent a város központban. Ott, hogyha valaki ismeri Debrecen központját, akkor van a kőkehely alapú szökőkúta az Amerikával szemben. Ott például tiszteknek hoztak létre egy tömegsírját. A Kossuth utcán, amit említettél, a Kossuth utcai helyen, ott közkatonáknak az emlékhelye volt, és a repülőtérnél pedig a repülősöknek hoztak létre emlékhelyet. És az 1944. május 1-i nagy ünnepség
keretében, ugye ez volt a munkásság első nagy ünnepsége, ennek a keretében avatták fel ezeket a síremlékeket, de mindegyik szovjet tervezésű volt, és magyar kivitelezésű természetesen, és a városnak a műszaki közegei kellett, hogy megoldják ezt a feladatot. Nagyon sokáig a rendszerváltozás után ment a vita arról, hogy akkor mennyi szovjet katona van ezek alatt. Hát nem volt alattuk egyik alatt sem már akkor, mert hogy a 60-as években gyakorlatilag az 1970-es időszakra valamennyi ilyen sírhelyet felszámoltak, méghozzá úgy, hogy helyére ezekre az eredetileg szovjet tervezésű síremlékek helyére művészi pályázatokon készített síremlékeket, gyakorlatilag hősi emlékhelyeket alakítottak ki. Hát aki sokat volt május 1-én, akkor tapasztalhatta, hogy ott vonult fel a város, és ott volt a hadseregeknek is a bemutató helye. A repülős emlékhelye, és ugyanez a Kossuth utcán is akkor avatták fel, bent a város központjában lévő eredeti szovjet emlékművet akkor kivitték a köztemetőbe. Ez volt az, ami bent állt a városháza előtt itt. És utána pedig ma egy ilyen síremlék áll, ezzel nem tudom mi lett. A repülős emlékmű eredeti felállítási helye az nagyjából ott van, ahol a 22 emeletes épület van, az fedné le azt a területet, és a későbbiek folyamán pedig a Petőfi térbe helyezték el. Én azt szoktam mondani, hogy azt a monumentális repülőt. És akkor mi történik a városban? A júniusi, majd a további pusztításokat követően a mentési feladatokkal együtt gyakorlatilag egyfajta helyreállítást is igyekeztek elvégezni, ami hát nem volt egy egyszerű dolog, mert rendkívüli nagy problémákat okozott az, hogy még olyan viszonylag kevéssé sérült épületek is egy következő légitámadásban teljesen elpusztultak, mint például a Petőfi téren akkor a nagy állomással éppen szemben lévő 4 emeletes OTI bérház és székház, ami az első támadást úgy vészelte át, hogy egy bomba az több emeletet zuhant az erkély lemezeken keresztül, és egy alsó lemezben megállt. Úgyhogy szépen így felnyúltak, és kiszedték a gyújtót belőle, hogy ne robbanjon fel. Viszont ez az épület egy következő légitámadásban teljesen megsemmisült. Ezzel gyakorlatilag kinyílt ott az a terület. De hát látjuk, hogy a városközpontban ezt a házat lehet, hogy mindenki ismeri. Sokszor mondták rá, hogy ez egy szociál épület. Hát nem, ez a hangyának az épülete. És ez, nézzük meg, simán átvészelte az egész bombázás, valószínű, hogy a statikai szerkezet egészen más volt, mint a többinek, és a mellette lévő épület, a Pannónia, az gyakorlatilag teljes egészében meg is semmisült. Amit itt nem látunk, de hogyha közmunkáról beszélünk, de látjuk, igen. Itt van ez a felvétel, amit a amerikai archívumokból bányászott ki Horváth Attila. Ezen a felvételen nagyon jól látjuk, hogy a korabeli repülőtér, itt a Mikeferci út, a korabeli repülőtérből ennyi volt az, ami működőképes volt, az volt az eredeti kifutópálya. Ennek a kb. 2,5 km hosszúságú kiépítése akkor a háború alatt zajlott. És hát az az érdekes, hogy ide rengeteg munkást kellett kivezényelni folyamatosan. Ezek a munkások, ide le is írtam, hogy 1944 márciusáig a honvédség, onnantól kezdve a németek, októbertől pedig a szovjet parancsnokság utasítására naponta vonultak ki ide. Tudnélik, óriási munkát kellett elvégezni, tudnunk kell, hogy Debrecen észak-kelet-délnyugati irányba erősen lejt. És
az a legmélyebb része Debrecennek, és azt a vizenyős területet fel kellett tölteni olyan, olyan mélység, vagy olyan mértékben, hogy elbírja a kifutópályát. Megépítették azt a 80 méter széles kifutópályát a végén, ma ha valaki kimegy, akkor látja, vagy ránéz légi felvétele, látja a nagy X-et, mert ugye az teljesen feltöredezett, úgyhogy amikor a szovjet csapatok a komolyabb gépeiket hozták, akkor egy új 40 méter széles kifutópályát építették, ez az, amit ma használ a repülőtér. Minden esetre ide erre a területre 30 ezer köbméter homokot kellett átvinni a Migrepécsi útnak a másik oldaláról, itt hatalmas homokdombok voltak, és mindig azon gondolkodom, hogy vajon tudták-e azok az emberek, akik ott a kettős hegyet átvitték, hogy ott volt az akasztófa évszázadokig, ami alatt ott nyugodtak azok, akiket eltemettek, vagy nem temettek el. Egy kis összesítés. Amire mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez az összesítés talán nem is mutatja annyira, a lakások, a debreceni lakások több mint 50%-a semmisült meg a háború végére. El lehet képzelni, hogy az mekkora embertömeget, hány családot érintett, akiket el kellett helyezni, azoknak több ezer, 4000 fölötti családról van szó, csak egy része volt, akit be tudtak már rokonok fogadni. A zöme az valamilyen módon elszállást igényel. Mi történt? Még én, amikor ide kerültem Debrecenbe 1972-ben, mondjuk a Varga utcán is, vagy de más utcán is, mentem a ház mellett a járdán, és rúgtam be a port a szükséglakások ablakain, mert hogy mindenhol, a régi óvóhelyeken, az alaksorokban szükséglakások voltak, és ezt majd csak a hatalmas nagy hátgyári építkezések tudták, azokkal tudták felszámolni. Hát a leglátványosabb pusztulás az a Petőfi tér környékén volt, mint láthatjuk. Ott a gyengébe kedvéért X-el lehúztam azokat az épületeket, amelyek megsemmisültek, eltűntek onnan a térségből, és látjuk, hogy végül is egy üres plac keletkezett. Miért is volt ez? Azért, mert Debrecen már rögtön az első időszakban, tehát akkor, amikor a béketárgyalások lezajlottak, és Debrecenben ugye hamarabb már megalakul egyfajta polgári vezetés, Vásár István volt polgármesternek a vezetésével, a szovjet parancsnokságnak a felkérésére, és ők már végig kellett, hogy gondolják, hogy mit kezdjenek ezzel a térséggel, és amikor pedig már a kormány is megalakul, egyértelmű, hogy Debrecen egy hatalmas ipari központtá óhajtják fejleszteni. Ennek pedig az lett az ára, hogy végig kellett gondolni, hogy hogyan lehet hozzáfejleszteni a vasutat. Beszorított helyen van a vasút, ahogy mondtam, déli irányba is korlátozottan tudták bővíteni, ott vannak a kifutó, vagy a gurutó pályaudvari részek. Észak irányba, vagy ha úgy tetszik, kelet irányba alig volt hely, ott az átjáró miatt a bővítésre, és ugyanez a másikba is, és rájöttek, hogy az a régi állomás épület, amit itt látunk, itt ezen a térképen alul, az az állomás épület kicsi lesz. Erre kitalálták, hogy akkor előtte a Petőfi térbe helyeznek egy nagy állomást, és látjuk, hogy amikor 1961-ben átadták, mögötte még szabadok volt a tér, még én elemlékszem, hogy ott mentünk keresztül, az első vágányok jóval bejjebb voltak. De hogy még szemléletesebb legyen, nézzük csak meg, 1961-ben adják át az állomást, ekkor a fotót be lehetett azonosítani, hogy már kész az állomás, ahonnan felveszik az a lebombázott, pontosabban bombasérült régi állomásépület, és nézzük meg, itt már egy vasúti sín áll. De mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez nem a vasút sínne, ez az eredeti villamos sín, ami itt a két épület között van. Tehát így lehet érzékelni körülbelül mennyivel jött előrébb. Na most viszont azt tudjuk, hogy ha valahonnan megérkezünk egy
ilyen pályaudvarra, akkor az első benyomás nem mindegy egy városról. Tehát lecsökkent a régi Petőfi tér nagysága, és úgy döntöttek, hogy akkor nem építik be az egyébként majdnem teljesen elpusztult területet, hanem beparkosítják, és az elhelyezésben úgy oldották meg, hogy a városközpont felé mutató park középtengelyét az új épületnek a középtengelyéhez igazították. Tehát magyarul egy új állomást produkáltak. Itt az Petőfi téri építkezéseknél egyébként még eredetileg országos pályáztatás volt, úgy nézett, hogy be fogják építeni 10 emeletes épületekkel, rögtön még ez az 50-es évek elején, aztán erről ugye letettek, de az összes építkezés, ami a városban lefolyt, az gyakorlatilag Petőfi tér építkezésnek minősült. Az engedélyek úgy szerepelnek, hogy Petőfi tér 1-es ütem, 2-es ütem, 3-as ütem, és a 3-as ütem az, meg a 4-es ütem az a Csapó utca volt, ami azért elég jelentős távolságban van. De látjuk, hogy a szabályozási tervet itt megpróbálták betartani. Itt a piros vonal mutatja azt a vonalat, amit még 1909-ben fogadtak el szabályozásként. És aztán 1930-as ez, amit nézünk térképet, azon megerősítették, de sose tudták végrehajtani, mert olyan komoly kisajátítási feltételei voltak. Hát most az megoldotta ez a bombázás. Nagyon érdekes egyébként a szemtanú Sőregi János, ahogy leírja, hogy a Piac utcán végre megoldódik a... Rögtön, amikor ő először kiment, akkor megnézni, akkor mondta, hogy most meg fog oldódni végre, mert olyan bombatámadáson, hogy le kell bontani úgyis azt a részt, ki fog szélesedni az út. És hát gyakorlatilag ez az új építési rend így, illetve építési viszonyok így jöttek létre. Hát körülbelül néhány órát még tudnánk erről a témáról beszélni, és elnézést kérek a katonáktól, hogy nem katonai témával folytattam, de egy dolgot azért, hogy emberileg érezzük, hogy mi zajlott le. Egy korabeli szintén jegyzetet író így írta le. Akkoriban az utcákon a debreceni nők csak, idézem, régi ruhákban jártak kendővel a fejükön, és amíg azelőtt minden nő kozmetikával és öltözködéssel igyekezett korrigálni a korát, addig most ugyanezt történik, de fordított viszonylatban. Mindenki öregednek akar látszani. Az ok így védeni ki bizonyos tolakodó tekinteteket. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Papp József előadását. A kollégáim nevéből is mindig jó egy ilyen előadást hallani, amikor számos levéltári forrást használt fel az előadó, és ezért ilyenkor mi is kicsit nagyobbra értékeljük magunkat és a munkánkat. Hogy ilyen szuper és kiváló előadások, vagy akár az említett Horváth Attila kiváló könyve is született levéltári források alapján. Folytatjuk a következő előadással, felkérném professzor dr. Büski Leventét, Debrecen Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi tanárát, hogy tartsa meg előadását, melynek címe Ideiglenes Nemzetgyűlés, Ideiglenes Kormány. Ez a szó a bevezetésként talán csak annyit, hogy nagyon örültem Bartal Robert előadását hallgatva, mert mi nem beszéltünk össze. Mégis ennek ellenére valahogy úgy sikerült kialakítani az előadás struktúráját, hogy ahol ő abba hagyja, én onnan fogok igazából folytatni. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy ha az ideiglenes kormány, ideiglenes nemzetgyűlés létrejöttének, helyének a magyar államtörténetben a szerepét egyáltalán vizsgálni akarnánk, akkor nyilvánvaló módon valamilyen formában oda kell kiukadnunk, hogy milyen helyet is foglalt el Magyarország itt 1944 végén az antifasiszta nagyhatalmak, különösképpen a Szovjetunió szempontjából. Nagyon leegyszerűsítve egyébként azt mondhatjuk, hogy egy dologban egységesek voltak, ez pedig az, ez a lapkövetelmény volt, hogy Magyarországot le kell választani náci Németországtól, minél hamarabb kerül, amibe kerül, és lehetne tovább fokozni a jelzőket, de ez egy elsődleges és meghatározó elképzelés volt. Ezen túlmenően azonban már kicsit bizonytalanok vagyunk, hogy igazából a kulcshelyzetbe kerülő szovjet vezetés mit is akart
kezdeni igazából a háborút követően ezzel a Magyarországgal. Az egyik, amit a legtöbbet szoktak idézni, 1944 elején Majszki külügyi népbiztos helyettesnek a memoranduma, amely két dolgot jelezett. Egyrészt azt jelezte, hogy nem igazán voltak pontos, részletesen kidolgozott koncepciók vagy tervek. Inkább célirányok voltak. Ezek a célirányok azonban, mint ahogyan jeleztem, két dologra fókuszáltak vagy koncentrálódtak. Az egyik az, hogy Magyarországot területileg szűkíteni kell, hétköznapi nyelvre fogalmazva felül kell értékelni az összes terület szerzését Magyarországnak, ami történt. Zárjelben jegyzem meg, a bizonytalanságot mutatta, hogy mi azt mondanánk erre, hogy Magyarország térjen vissza a trianoni határok mögé. Hát ezt ők sokkal kötőfalasztottabb módon Majszki írta le, egyszerűen nem tette meg ezt. A másik pedig a gyengítés. Ez Kerek Perec benne volt, hogy Magyarországot a háború után egy legyengített pozícióba kell helyezni, egy olyan pozícióba kell helyezni, amelyben teljes elszigeteltségben lesz, ami elég világosan jelezte és egyértelműsítette azt, hogy igazából Magyarországgal semmilyen formában nem számol a szovjet vezetés, egy olyan országgal, mint amelyre neki érdemben szükségük lehet, amelyre valamilyen formában is támaszkodhatnak céljaik megvalósítása érdekében, és így tovább, és így tovább. Ez 1944 őszére aztán tovább formálódott és tovább alakult, méghozzá a következő szempontok alapján, kicsit sorrendben fordítva haladva. A legutolsó 44 őszére már teljesen egyértelmű görcs volt, sőt már 44 nyarára is, hogy trianoni határok, ez egy megingatatlan szovjet álláspont lesz. A másik tényező, ami hasonlóképp egyértelműsödött, az a felelősség kérdése. Ez a híres idézet, amit ugye azóta is sokszor emlegettek, Sztálin is elmondta, Molotov is elmondta, aminek lényegében az volt a eleje, hogy a szovjet vezetésnek nagyon erős negatív ellenérzései voltak Magyarország háború szerepvállalását illetően, és ezt érvényesíteni akarták a háború végén. És a harmadik ellen pedig, amit itt a középre helyeztem el, politikai befolyás, katonai szempontok, ez lényegében véve két dolgot fogalmazott meg, vagy két dologra fókuszált. Az egyik tényező az az, hogy a Szovjetunió érdekelt Magyarország átállításában az antifasiszta koalíció oldalára, méghozzá minél hamarabb átállításában, és ennek az volt a katonai szempontja, hogy a forgatókönyv úgy nézett volna ki, kicsit előre szaladva a későbbi mondani valómmal, hogy a forgatókönyv első elemét a román átállás jelenti, ennek következtében Románián a szovjet hadsereg gyorsan keresztül robogik, mondjuk kvázi keresztül szalad, jöhet a forgatókönyv második eleme, ugyanilyen tempóban keresztül lehet rohanni majd egyébként Magyarországon is. Nem realizálódott egyébként ez az elképzelés, de az eredeti terv ez lett volna igazából, hogy itt egy villámgyors előrenyomulást lehet realizálni, ha Magyarországot megfelelően sikerül átállítani. Ami a politikai befolyás kérdését illeti, itt az is egyértelműsödött 1944 őszére, hogy a Szovjetunió aktuálisan a pillanati szempontok alapján nem kívánt szovjetizációt. Más megfogalmazásban egyelőre egy olyan koalíciós kormány, olyan koalíciós központot szeretne létrehozni, amelyben különböző politikai csoportok, különböző politikai erők vesznek részt, zárva jegyzem meg, köztük a Magyar Kommunista Pártnak a vezetői is, de nyilvánvaló, hogy itt nem a szovjetizációs célok játszottak szerepet, és az, hogy ez miért, itt jön a harmadik része ennek az idézetnek, ez a nagyhatalmi érdekeltség, vagy nagyhatalmi együttműködésben való érdekeltség, azaz a Szovjetunió 44 őszén még egyértelműen úgy gondolkozik, hogy ez a nagyhatalmi együttműködés ez egy darabig, vagy egy belátható ideig még fent fog maradni, tehát az érdek azt mutatja, hogy tekintettel kell lenni a nyugati szövetségeseknek a szempontjaira is. És akkor így jutunk el oda, hogy ez az alapkoncepció legalábbis. Itt ugyanis felmerül a kérdés, hogy valójában távlatilag a Szovjetunió mit szándékozott tenni Magyarországgal. Ez egy Sztálin sokat emlegetett híres idézete, amit egy jugoszláv kommunista politikusnak fejtett ki. Nagyon leegyszerűsítve, hogy mondjam, ez mutatja meg a legegyértelműbben és a legvilágosabban azt, hogy a szovjet vezetés bár soha nem mondta ki nyíltan ebben az időszakban, de valójában mindig abból indultak ki, hogy itt ha nem rövid távon, akkor közép vagy hosszú távon, de abban a térségben, ahol a szovjet hadsereg megjelenik, abban a térségben a szovjetizációra kell sort keríteni. Más megfogalmazásban a saját rendszerük exportja, ez kezdettől fogva végig benne volt a gondolatmenetükben. Én ezt a lopakodó forradalom koncepciójával interpretáltam, ami nem a saját elképzelésem, vagy nem a saját gondolatom ilyen szempontból nézve, ezt máshonnan vettem át. Így ebből következik az, hogy én a magyar történetíráson belül, meg általában a történetíráson belül azt az álláspontot hallom, hogy azt az álláspontot támogatom, miszerint itt igazából szovjet részről már alapvetően el voltak döntve
a szovjetizáció szempontjából a régi országainak a jövőbeni sorsa, az egy más kérdés, mint ahogyan jeleztem, hogy a megvalósítás szempontjából nézve forgatókönyv még ekkor sem létezett. Tehát ekkor sem volt előre kidolgozva, hogy mit hogyan kellene csinálni. Moszkvában valószínűleg úgy gondolták, hogy ezt majd a napi helyzet vagy a napi szituáció fogja alapvetően eldönteni. És még egy dolog, ami hozzá tartozik, itt ugye 44. októberében voltak ezek a híres nevezetes százalékos tárgyalások, amiket mindenki szokott emlegetni és idézgetni. Ez a mi szempontunkból nézve most csak egyetlen egy dolog oldaláról bír súllyal és jelentőséggel, nevezetesen az, hogy először a szovjetek elfogadnak egy 50-50 százalékos hatalmis új megosztást, majd villámgyorsan rájönnek, hogy egy olyan országban, amelyet ők foglaltak el, semmi értelme nincs ennek, és azonnal módosítják a saját javukra, a saját oldalukra, és a britek pedig azonnal beleegyeznek. Tehát ez elég világosan megerősíti azt, hogy itt igazából a szovjet vezetés valóban úgy gondolkozik, ahol a hadsereg megjelenik, ott lehet tárgyalatilag érvényesíteni a katonai vagy a politikai súlyukat, a befolyásukat és majd a rendszer exportjukat is. Ebből azután ez a konklúzió jön ki, mint amit én jeleztem is, tehát hogy számolni kell itt egy elsőrendű szovjet befolyással, de ami nagyon fontos dolog, hogy az azonnali szovjetizáció el van vetve. Tehát, hogy nem kerül napirendre 44-45 fordulóján az, hogy Magyarországon egy szovjet típusú rendszert hozzanak létre, és ezt egyébként a magyar kommunista politikusok is megerősítik, többek között maga Rákosi is tesz ilyen kijelentéseket, amelyek ezt alátámasztják. Ha erről az oldalról nézzük, akkor viszont a konklúzióhoz azt is hozzá kell tenni, hogy szovjet részről első rendű érdek lenne az, hogy Magyarországot minél hamarabb leválasztani a náci Németországot, és ezt minél inkább megvalósítani, minél gyorsabban megvalósítani. Ennek az első alternatívája, amiről nem akarok beszélni, csak jelzem, ez lett volna Horthy kiúrása. És ez lett volna úgy tűnik az ideális is, átmenetileg a szovjet vezetés szempontjából nézve, ami azonban a kiugrás kudarcával lekerült a napirendről. És itt jött elő a második alternatíva lehetősége, ami a tulajdonképpen fővonali valómat jelenti, ami azt jelentette, hogy akkor kéne valami államhatalmi központot, valami kormányt létrehozni, kikből és hogyan. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatnám, hogy igazából két tábor jöhetett szóba, két csoport jöhetett szóba ebből a szempontból. Az egyik azok a hortista katonatisztek és politikusok, akik különböző okokból kifolyólag Moszkvába kerültek. Először velük kezdték el a tárgyalást. Már október végén elkezdődtek a tárgyalások, akkor ezek kudarcot vallottak. Hadd tegyem hozzá, jelentős részben azért vallottak kudarcot, mert akik ott voltak, Dálnoki Miklós Béla, meg a fegyverszüneti delegáció tagjai, ők mindig azt remélték, vagy abban gondolkoztak, hogy ennek a kibontakozásnak Horthy Miklós egy kiinduló pontja lehet. És a szovjet részről már ekkor kezdték világossá és egyértelművé tenni, hogy ők továbbiakban már nem kívánnak Horthyval foglalkozni, ők egyszer mindenkorra leírták Horthyt. A maximum, amire hajlandóak voltak ezeken a tárgyalásokon, ez szövegszerűen bizonyítható, nem zárkóztak el azelőtt, hogy esetleg majd 45-ben valamit még lehet kezdeni Horthyval, de nagyon óvakodtak attól, hogy bármilyen konkrét ígéretet tegyenek ebből a szempontból nézve. És még egy dolog, hogy mi az, amit ők nagyon negatívan értékeltek, ez Szálasi kinevezéssel volt. Tehát folyamatosan ez a szöveg tért vissza, hogy az, aki kinevezte Szálasit, és itt ugye egy velük szemben állt kinevezését interpretálta, vagy elővezette, azzal ők a továbbiakban nem nagyon tudnak igazából mit kezdeni. Mint ahogy jeleztem, ugye ezek a tárgyalások majd novemberben, amikor Vörös János Moszkvába érkezik, felgyorsulnak, felpörögnek, akkor válik világossá a szovjet álláspont néhány alapeleme is. Az egyik például az, hogy ők egyértelműen Dálnoki Miklós Bélát szeretnék miniszterelnöknek. Aztán közben van még egy lépcsőfoka ennek a folyamatnak. 44. december elején megalakul Szegeden a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. Ez magyarországi antifasiszta pártok szövetsége vagy koalíciója volt. És azért lényeges a mi szempontunkból nézve, mert még mielőtt megalakulna a front, már az önnevükben kommunista politikusok érkeznek Moszkvába, Nagy Imre és Gerő Ernő, és az ő bekapcsolódásukkal fognak felgyorsulni igazából itt a kormányalakítási tárgyalások 1944. december elején. És ezután odáig vezet el, vagy odáig jut el, hogy 44. december 6-ára a tárgyalások végül egy megállapodásig jutnak el, amely megállapodás a következő fontos elemeket tartalmazza. Az egyik lesz új kormány, méghozzá a két csoport vegyítésével vagy összefoglalásával. Kellenek bele a moszkvai hortista politikusok is, meg kellenek az MNF-nek a pártjainak a képviselői vagy reprezentánsai is. A másik dolog, amiről döntenek, a személyi döntések. Ez azt jelenti ebben az esetben, hogy 4+2 helyről és a hozzájuk kapcsolódó tárcákról is dönteni fognak már Moszkvában. Döntenek, megerősítik Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökségét,
Azért van 4 plusz 2, mert a 4 lenne ugye a kortista oldalé, úgymond, ők kapnának 4 miniszteri tárcát. Egyetlen egy ember nem kapott miniszteri tárcát, közülük Szent Iványi Dobonkos, a fegyverszekre delegáció egyik tagja, de ő is csak azért, mert nem akart. Ha akart volna, megkaphatta volna valószínűleg a külügyminiszteri pozíciót egyébként. A plusz 2 pedig a kommunistáknak juttatott 2 miniszteri tárcát jelentette, erről is döntöttek ekkor 44. december elején, hogy ezt a 2 tárcát és melyeket kapják meg a kommunista politikusok. A következő döntés úgy szólt, hogy Népfront legyen-e a legitimációja az új kormánynak, vagy nem. És erre érdekes módon sikerült rávenni a szovjeteket, akik nagyon a Népfront mellett kardoskodtak, mert máshol is ezt csinálták a régióban, hogy nemzetgyűlés kell. Tehát az az igazi legitimáció egy kormány mögött, a magyar közgondolkodásban ezt terjedt el, hogy egy ilyen jellegű törvényhozó szervre, átmeneti törvényhozó szervre volna szükség. A döntéshozatal további része, ekkor születik meg döntés arról is, hogy megtartják a választásokat, mikor fogják megtartani a választásokat, mikor kell megalakulni a nemzetgyűlésnek, tehát az, hogy december 21-ez már ekkor eldől, és az is eldől, hogy ez csak egy 2 napos ülés lesz, tehát hogy igazából utána szépen elnapolják a nemzetgyűlést, és nem kell a továbbiakban foglalkozni vele. És akkor ide Molotovnak egy idézetét hozzátettem, ez is egy ilyen híres idézet, aki úgy foglalta össze ezeket a tárgyalásokat, hogy tevékenyen részt vettem az első magyar kormány megalapításában, és én hoztam létre, és elég gyorsan. Hát ami az első felét illeti, az abszolút igaz ebben az esetben, mert valóban kulcs szerepe volt neki ezekben a tárgyalásokban. A gyorsan mellé azért tettem a kérdőjelet, mert azért logikai alapon gondoljunk bele, már a december eleje is egy elég késői időpontnak tűnik. Az meg, hogy december végén jöjjenek létre ezek az intézmények, hát ez a gyors kategóriának az én értelmezésem szerint eléggé nehezen felelne, tethető meg. És akkor így kellene most már a gyakorlatba is átültetni ezt az egész folyamatot, méghozzá oly módon, hogy december 12-én a delegációt szépen szovjet vonatra rakják, és hazai visszaérkeznek Debrecenbe 2 szovjet kísérővel, akiknek nyilván fontos szerepük lesz majd a későbbiekben. És utána létrehoznak, vagy felállítanak egy úgynevezett előkészítő bizottságot koalíciós alapon, tehát lényegében az MNFF pártjainak az emberei kapnak ebben igazából helyet. Az a kép, ami itt szerepel, az ennek a bizottságnak az egyik legelső üléséről készült. Ők vettek részt itt nyilván ezen az ülésen, és ez a központi figura itt a bajusszal, ő lenne Vásári István, akinek ezt a előkészítő bizottság elnöki pozíciót szánták ebben az esetben, meg is kapta. Itt persze fel lehet tenni a kérdést, jó rendben, ha van nemzetgyűlés, akkor kéne választás is hozzá. Most erre az a válasz, hogy ahogyan mi képzeljük el, hogy hogyan kell egy választást előkészíteni, stb. Na ez teljes egészében hiányzott, tehát semmi nem volt igazából ezzel kapcsolatosan. Valójában nem történt más, mint az előkészítő bizottság szépen eldöntötte azt, hogy hány mandátuma lesz a ideiglenes nemzetgyűlésnek, és a mandátumokat szépen leosztották település szinten, tehát ők úgy értelmezték, hogy mondjuk hirtelenjében mit mondjak, Kisújszállás kap 2 mandátumot, Karcag kap 2 mandátumot, Debrecen kap 5 mandátumot, nem választókerületek voltak, a falvakkal meg végképp nem foglalkoztak, nem aprózták el így a dolgokat. És amiről döntöttek mégis, ez egy nagyon fontos dolog itt az előzetes tárgyalásoknál, ez a hiányzó, eddig nem betöltött miniszteri tárcáknak az elosztása volt. És itt merül fel a kérdés, hogy akkor kiből lehetett még miniszter az ideiglenes kormányban. Nos, erre 2 válaszom van. Az egyik nyilván, én ezt úgy fogalmaztam meg, aki kéznél volt. Az aki kéznél volt, ezt úgy kell értelmezni, hogy a koalíciós pártok vezetői részéről, aki elérhető volt Debrecenben, az gyorsan bemutatták miniszteri posztba. Így ha valaki megkérdezi azt, hogy ugye miért Vásár Istvánból lett pénzügyminiszter, mi volt előtte? Debrecen polgármestere. Szociáldemokraták részéről miért Valentini Ágoston lett az igazságügyminiszter? Szeged polgármestere volt előtte. Mi a népjóvédelmi miniszter miért Bornál elég lett? Kecskemét polgármestere volt előtte. Tehát, hogy egész egyszerűen aki kéznél volt, azokat szépen elővették, de ezen belül is látható volt, hogy a tárgyalásokban a kommunista politikusnak Gerő Ernőnek volt a meghatározó és kult szerepe. Tehát ő volt az, aki folyamatosan kézben tartotta ezeket a tárgyalásokat, és mint ahogyan jeleztem, itt azért komoly küzdelem zajlott, amelynek során már itt azért érzékelhető volt, hogy a kommunista párt többnyire érvényesíteni tudja a saját szándékát, a saját akaratát. Ezen belül is 2 pozíciót szokás általában kiemelni, az egyik a belügyminiszteri tárcának a betöltése, amit taktikai alapon egy kvázi úgymond burkolt kommunistának, formailag parasztpárti, de valójában kommunista politikusnak
Erdei Ferencnek szántak, jelvőernő keresztül verte Erdei Ferenc miniszterségét, és ugyanide tartozott a négy jóléti tárca felállítása, erről nem volt szó Moszkvában, és valójában azt a taktikát szolgálta, úgy okoskodtak Gerlőjék, hogy ugye ebben a kormányban lesz majd a Kovac jobboldali miniszter, négy a volt Voltistágó, meg két kisgazda, és akkor legalább ugyanennyit kéne úgymond a más pártokból is összeállítani, és mivel ez nem jött össze, ezért gyorsan kreáltak még egy miniszteri tárcát, és ezt odaadták Molnár Eriknek, aki szintén ilyen Erdei Ferenc típusú fél kommunistának volt tekinthető ebben az időszakban. A lényeg az, hogy a lista december 20-ára szinte az utolsó pillanatra lett kész. Tehát azt gondolnánk, hogy itt minden előzetesebb hosszú idő, vagy hosszú idővel korábban eldőlt, részben igen, részben nem. Egy-két dolog volt még, ami érdekes, és ami szintén az előkészítő bizottság tárgyalásához kapcsolódott. Az egyik, hogy ennek kapcsán vált egyértelművé, hogy Révész Imre püspök felajánlotta a református kollégium moratóriumát. Bár erre persze logikailag mondhatnánk azt, hogy hát hol máshol lehetett volna, azért olyan sok variációs lehetőség nem volt egy lebombázott városban. A másik pedig, hogy itt határozzák meg, vagy itt döntik el a nemzetgyűlés elnökségét. Lehetne talán azt mondani, ez volt az az egyetlen olyan pici momentum, ahol a szovjetek látványosan vagy egyértelműen engedtek. Tudnék, az eredeti terv az lett volna, hogy a Debrecen Egyetem professzorát, Szentpéteri Kun Bélát tegyék meg a nemzetgyűlés elnökének, amit itt opponáltak, különböző pártállású politikusok, és akkor itt egyeztek meg végül abban, hogy egyezett bele mondjuk úgy a szovjet tanácsadó, vagy hát politikus, aki itt folytatta a tárgyalásokat abban, hogy jó, ennyire nem kell Szentpéteri Kun Béla, akkor legyen más, és ez a más végül, aki ténylegesen is lett, ez Ülle Zsedényi Béla, szintén jogász professzor egyébként. És akkor így jutunk el végül is oda, hogy a választások december 15-19-e között lebonyolították. Sokat nem kell mondanom, hál' Istennek, a választásokkal kapcsolatosan, mármint abban az értelemben véve, hogy ezek nem szabályos választások voltak. Valójában itt arról volt szó, hogy a kormány kiküldte a küldötteit, azok tárgyaltak ott a helyi, ilyen mindenféle ilyen adhok módon összeállított vagy összehozott nemzeti bizottságokkal, és lényegében véve egy ilyen közfelkiáltás alapon, jelölés alapon, szóval ez sok minden volt, csak egy ilyen klasszikus választásnak nem volt tekinthető. Itt egy dologban még, ami érdekes lehet, ugye a szakirodalom rendszeresen szokta volt emlegetni a tagolódását az ideiglenes nemzetgyűlésnek, amiből azért elég jól látható, hogy a relatív többséget a kommunisták érték el. Most erre az a válasz, hogy nem ez lett volna az eredeti forgatókönyv. Az eredeti forgatókönyv szerint a kommunistáknak később kellett volna dominánsabb szerephez jutniuk, ahogyan Gerő Erdő és mások is megfogalmazták, itt egy kicsit túllőttek a célon, itt nem kellett volna ennyire nyíltan felfedni a későbbi kártyákat, mint ahogyan ez megtörtént, de aztán később az ideiglenes nemzetgyűlés későbbi választásainál ezt azért próbálták korrigálni. És akkor itt jön egy olyan jellegű kérdés, hogy akkor ennek alapján hogyan lehet értékelni vagy értelmezni ennek az így módon összeállt nemzetgyűlést. Egyik oldalról nézve kétségtelen, hogy a demokratikus kritériumoknak azért nem feleltnek. Tehát ahogyan mi értelmezzük napjainkban a demokráciát, a demokratikus választást, a demokratikus törvényhozást, ez nem az volt, ez teljesen egyértelmű, de mint ahogyan lényeges ebben az esetben, nem is ez volt a döntő tényező, vagy a meghatározó tényező. A meghatározó tényező ebben az esetben az volt, hogy valamilyen módon méghozzá minél hamarabb el kell határolódni a múlttól. El kell határolódni attól a múlttól, amely jelen esetben egy a náci Németország oldalán szövetségben álló magyar államot prezentált és képviselt. Tehát ezzel szemben valamit fel kellett mutatni, valamit szembe kellett állítani. És ha erről az oldalról nézzük, akkor ennek a feltételnek, ennek a követelménynek ez a nemzetgyűlés valóban megfelel. A személyi megújulás tekintetében, abban a tekintetben is, hogy teljesen hiányzott belőle a náci barát szélsőjobb, és így tovább, és így tovább. És akkor így jutunk el a nemzetgyűlés megalakulásához, és egy fontos dologhoz, aminek majd a záró mondani való szempontjából lesz jelentősége. Tehát miután megalakult a nemzetgyűlés, utána intézett egy szózatot kvázi úgymond a magyar társadalomhoz, a magyar néphez. Ezek voltak a legfontosabb kulcs elemei vagy kulcs momentumai. Az ország megmentéséről esett benne szó, szakítás a náci állammal, a nemzeti szuverenitás képviselete, az újjászületés ígérete, a nemzeti egység ígérete, és lehetne tovább sorolni. Egyetlen olyan dolog sem szerepelt benne, amire azt mondhatnánk, hogy ne lehetne széles konszenzus mögé feltételezni, vagy mögé képzelni. Maga a kép egyébként az üléshez kapcsolódik. És még egy fontos dolog, ami megint a korlátozottsággal áll összefüggésben, miért megalakult a nemzetgyűlés, azonnal létrehozták a politikai bizottságot,
aminek az volt a jelentősége, hogy rögtön meg is készen is vagyok mindjárt, hogy a politikai bizottság ez egy ilyen koalíciós alapon összeálló, kvázi nemzetgyűlés pólú testületnek szánták. Már Mihályt létrehozták ekkor és felállították, már ekkor a politikai bizottság közreműködött a kormány másnapi megalakításában, annak a kormánynak a megalakításában, amiről tudjuk jó, hogy semmiről nem kellett dönteni, mert már mindenről döntöttek, már minden el volt osztva, milyen miniszteri tárcák lesznek, milyen tárcák fog betölteni, és így tovább, és így tovább. A következő fontos feladata a nemzetgyűlésnek ugye a felhatalmazás volt a béketárgyalásokra, amit a kormány részére biztosítottak. Ennek volt ugye első állomása, első lépcsőfoka, majd a fegyverszünet megkötése, illetve még azt megelőzően a hadüzenet a náci Németországnak. És ami lényeges, formailag december 22-e után egészen 1945 őszéig a nemzetgyűlés nem is hívják össze, hanem helyette a nemzetgyűlés pótló szervezetként vagy intézményként működik a politikai bizottság, ami hát részben tájékoztatási kötelezettség áll fel vele szemben, részben ellenőrző funkciója lenne, hogy ez mennyire érvényesült ennek a részleteiben most nem menjünk bele, és akkor így jutunk el oda, amit már nem akarok itt igazából részletezni. A fontosabb reformokat soroltam fel, amelyek a reformintézkedések, amelyek a kormány tevékenységéhez kötődnek, majd utána a nemzetgyűlés tevékenységéhez kötődő fontosabb reformintézkedések. És ezeket azért tartottam lényegesnek felsorolni, mert ezek azért elég világosan jelzik és mutatják, mint egy már az értékelés felé lépve, hogy egyik oldalról nézve való igaz, hogyha ezt a folyamatot, itt az új államiság létrehozásának a folyamatát értékelni kellene, akkor való igaz, itt bizony komoly demokratikus hiányok voltak. Itt bizony korlátozott, nagyon erősen korlátozott szuverenitásról beszélhetünk. De nem ez a döntő tényező az, hogy van honnan elindulni. És itt ugye ez a kulcs elem, vagy a kulcs tényező, tehát hogy van végre egy olyan magyar államiság, amely nem a nácik oldalánál, amely ugye egy ellenállam, ha lehet így fogalmazni, Szálasiékkal, a Szálasiékvéve országgal szemben. És ami legalább ennyire döntő, és én ezt emeltem ki ebben az esetben, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghozott a kormány és meghozott a nemzetgyűlés, ezek egyike sem olyan, amelyre azt mondhatnánk, hogy ne lett volna rá jogosult egy ilyen ideiglenes testület. Valójában ezek mind-mind olyan döntések voltak, amelyek megkerülhetetlenek voltak, fontosak voltak. Talán az egyetlen, amin lehetne gondolkozni, az a népbíróságok felállítása, azoknak is inkább a módja, nem is maga a tény. És ami nagyon fontos dolog, és ki kell emelni ebben az esetben, ugye a választójogi törvény megalkotása, hiszen ne felejtsük el, ez nyitott utat abban a tekintetben, hogy 1945 őszén lehetett végre szabályos, alapvetően demokratikus választásokat tartani Magyarországon, és összeállhatott egy szabályos módon működtethető, feltételes módban nemzetgyűlés Magyarországon. Így ha erről az oldalról nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy az ideiglenes nemzetgyűlés azt a szerepet, és a kormány is azt a szerepet, azt a funkciót, amit eredetileg neki szántak nevezetesen, hogy elősegítse Magyarországon egy demokratikus kibontakozás lehetőségét, ezt a feladatát teljesítette, illetőleg nem lépte túl. Az már egy más kérdés, hogy úgy tűnik, hogy azok, akik itt Magyarországon abban bíztak, vagy abban reménykedtek, hogy ez valóban lehetőséget teremthet egy tényleges demokratikus kibontakozás irányába, azoknak a későbbiekben csalódniuk kellett, mert hogy, és ez a történésznek az előnye, a történész utólag már könnyen látja és könnyen mondhatja azt a konklúziót, hogy itt valójában ilyen típusú mozgástere Magyarországnak már, mint az, hogy megválaszthatja, hogy a későbbiekben milyen rendszert épít ki, milyen rendszer jöjjön létre, ilyen mozgástere nem volt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm az előadását, és akkor végül, de nem utolsó sorban felkérném kollégámat, Szívai Ergőt, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár hajdúbjelvárnyi levéltárának levéltárosát és igazgatóját, és értő tartsa meg előadását, melynek címe a Debreceni Hadipóvaj átadó, átadó állomás. Köszönöm a szót, tisztelettel köszöntök én is minden résztvevőt, és így már ebéd előtt megint nekem jutott ez a feladat, hogy feltartsak mindenkit. Próbálok rövid lenni. Tehát ahogy a Gergely is bekonferálta, a Debreceni Hadifogjátő állomásról fogok beszélni. Debrecen városa, tehát azon belül is a pavilon alatt, hogy a több éven keresztül fontos szerepet töltött be a hadifoglyok és a Szovjetunióba internáltak életében.
És itt szeretnék egy kiegészítést tenni, hogy ezentúl összemondni, mert hadifoglyokat fogok mondani, ne kelljen mindig mondani, hogy hadifoglyok is internáltak, a korabeli szóhasználatban is így volt, tehát nem hadifoglyok is internált, tehát az állomás csak hadifoglyok, átjövő állomás pedig jöttek haza internáltak. Másrészt itt tudok kapcsolódni az előzőekhez, a debreceni tankcsatához, ugyanis, ahogy Dandár távolunk is mondta, a harmadik fázisban, amikor Hajdunárnást és Nyíregyházát visszafoglalták a németek, utána bizonyítani kellett a szovjeteknek, hogy miért volt ez, és nagyon sok hadifoglyot kellett ejteni. De valójában nem volt sok hadifoglyot, ezért például Nyíregyházáról több mint 2000, Hajdunárnásról több mint 800 civil gyűjtöttek össze, és hozták be ide Debrecenbe, és hadifoglyokként kellették őket. Annyi volt a szerencsé, hogy itt átmentek egy orvosi vizsgálat, úgyhogy egy részük még hazamehetett, de azért a többségük kiment a Szovjetunióba. Tehát először is innen több tízezer katona és polgári személy indult összezsúfolt marhavagonokban hosszú útra a Szovjetunió európai vagy ázsiai területen található Huffy, esetleg Gulag lágerei felé, hogy egy kis Málenki robot keretében teljesítse kötelességét, onnan nagy részük nem térhetett vissza szeretteihez. Pár évvel később nagyjából 200 ezer madrita hadifogol ide érkezett haza, hogy egy gyors orvosi vizsgálatot és nyilvántartásba vételt követően megkapja a leszerelő papírját, és egy-két napon belül innen mehessen haza, vagy Németországba. Ugyanis a magyarországi németeknek felajánlották a választást, hogy nem kell itt letelepedniük, hanem kiköltözhettek Németországba. Elég sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Akkor itt lenne két kép a pavilon laktanyáról, az egyik a 19. század végi kép, amikor fénykorát élte, és a mai kép, amikor a Debrecen Egyetem Kossuth-Lajos gimnáziumon működik most benne. 1945 tavaszán kezdődhetett meg az első hadifoglyok csoportok hazahozata a Szovjetunióba, ekkor még elég szervezetlen keretek közt, a társadalom jelentős anyagi hozzájárulásával. Tehát elég sok élelmet, ruhát szállítottak be, tehát nem központi állami költségvetésből oldották meg, hanem a települések gyűjtötték. Általában minden településről voltak elhurcoltak, úgyhogy mindenki szívesen adakozott. Az ekkor hazaszállított magyar hadifoglyok nagy része rendkívül rossz egészségügyi állapotban volt, legtöbbük kéhezve, legyengülve, lebongyolódva és hiányos ruházatban lépett ki a vasúti kocsikból. Tovább rontott a helyzeten, hogy a szerelvények döntően Románián keresztül közlekedtek, ahol az ottani magyar gyűlölet miatt szinte minden segítséget megtagadtak a fogságból hazatérő honfitársaiktól. Általában még a betegek orvosi ellátását is ellehetetlenítették. Ráadásul lassították az országon átmenő vonatok haladását, amely következtében a szovjetek által biztosított 15 napi élelem rendszerint kevésnek bizonyult. Így a hazatértek vesztesége csak az úton minimum 5-10%-os volt. Annak, hogy már jóval, tehát kb. 2 évvel a békekötés előtt megkezdődött a hadifoglyok hazaszállítása, annak az egyik oka az volt, hogy 1945. november 4-én tartották a nemzetgyűlési választásokat, és próbáltak meg szavazatokat szerezni a kommunista pártnak. A másikok szerintem az lehetett, hogy ez a 200 ezer lerongyolódott éhező ember csak teher volt a Szovjetuniónak, és szerintem inkább már szabadulni próbáltak őket, mert építőmunkára őket nem lehetett használni. Viszont a választások szempontjából ez pont fordítva sült el, ugyanis a hazatérők síralmas állapotát, mikor meglátták az itthoniak, inkább nem szavaztak a kommunista pártra, mint igen. Az előzőekben elmondottakból kifolyólag 46 közepén jelentősen átalakították a magyarországi hadigondozás szervezetét. Az ideiglenes nemzeti kormány a hadigondozás ügyeit már korábban a kisgazda befolyásoltságú honvédelmi minisztériumtól a kommunista irányítású népjóléti minisztérium hatáskörébe sorolta, ahol létre is hozták a hadigondozási főosztályt. A szállítás továbbra is a honvédelmi minisztérium intézte, de az ügyeket a népjóléti. Majd 46. július 1-től egy kézben összpontosították a teljes hadigondozást, a hadifoglygondozást, ugyanis annak hatósági feladatait is a népjóléti minisztérium vette át. Továbbá a minisztérium saját hatáskörébe vonta a Magyar Vöröskereszt hadifoglyok szolgálatának személyi és dologi állományát. Mindamellett azonban 45 és 50 között szinte minden minisztérium és társadalmi szervezet kivette a részét a hadifoglyok kérdés rendezéséből és a hadigondozásból.
Debrecen városa ekkor került a hadifogoly szolgálat középpontjába, ugyanis ekkor dölt el, hogy a szovjetek ott kívánják átadni a hazahozott hadifoglyokat a magyar hatóságoknak. Szovjet részről két katona, egy tolmács és egy orvos jelenlétében általában. Ez a Népjóléti Minisztérium részben társadalmi hozzájárulásból, részben saját anyagi erőforrásaiból, a város tulajdonában lévő pavilon laktanyában egy átadó átadó állomást alakított ki, amelynek a következő feladatokat kellett ellátnia. Nyújtson elhelyezési lehetőséget a hazatérő hadifoglyoknak lakóhelyükre való útnak indításukig, bármilyen nagy létszámú szállítmányban érkeznek is. Biztosítsa a hazatérők élelmezését itt tartózkodásuk alatt. Oldja meg a hazatérők ruházati és testi fertőtlenítését, intézze a hazatérők orvosi vizsgálatát, és adott esetben, ha szükség úgy kívánja, azonnali kórházi gyógykezelésbe vételét. Hadifogságok tényét tanúsító személyi okmánnyal, díjtalan utazásra jogosító utalvánnyal, utazásuk idejére zseppénzzel lássa el a hazatérőket. Végezze a katonai reszerelésüket, gondoskodjon mindazoknak az adatoknak a felvételéről, amelyek szükségesek országos munkaerő nyilvántartásukhoz, valamint egyéb adminisztrációs okokból. Rövid idő alatt 2000 fő elszállására a legendő épületet állítottak helyre a laktanyában. Kezdetben 800, majd később fokozatosan 3000 fő ételadagjának megfőzésére alkalmas konyhát is kialakítottak. Ez a megfelelő laktárakkal együtt. A város pedig díjtalanul a rendelkezésükre bocsájtotta a korszerű fertőtlenítő intézetét. Továbbá a hadifogoly gondozás szinte minden területén, tehát a konyhában, a fertőtlenítőben és az adminisztrációban is, a hivatásosok mellett nagyrészt önkéntesek látták el a rájuk bízott feladatot. Itt sikerült egy képet találnunk a pártarchívunk Gelli Margitról, egy önkéntesre, aki ételt hozta hazatért hadifoglyoknak. Róla Herencs Lajos, a MKP helyi hadifogoly irodájának a vezetője a következőképpen nyilatkozott. A sok közül is kiemelkedett Gelli Margit, aki konyhai munkát végzett, amolyan mindenes volt, levest osztott, krumplit pucolt, mosogatott és főzött, és amellett határtalan lelkesedéssel tudott ételkiosztás közben beszélni hazatértekkel, hogy azok valósággal felvillanyozódtak. A konyhai mosogatólány későn sem tagadta meg önmagát, mint a néphadsereg főtisztje, 1956-ban saját magát vezette a harckocsit az ellenforradalmárok ellen. Munka mellett érettségizett, katonai főiskolát végzett, elvégezte a Marxista Egyetemet. Úszott tanulni, a Vörös Wonder Woman volt. Az átadó-átadó állomás irata irányításával és a hadifoglyok átvételével egy ötfős bizottságot bíztak meg, amelynek tagjai dr. Vadászi Sándor szociális felügyelő, egyben ő volt a bizottság vezetője is, dr. Major Pál szociális titkár, Szendrő László miniszteri titkár, Nagy Lajos szociális előadó és Szász Ferenc vezérőrnagy volt. Itt a hadifogolyátvevő bizottság és a csoportra egy 48-ból fennmaradt képet sikerült találnom. A Népjóléti Minisztérium 1948-ban kihasználatlanságuk okán fokozatosan elkezdte csökkenteni a hadifogolyátmeneti otthonokat és a pályaudvari kirendeltségeket. Majd 49-ben végleg meg is szüntette az összeset. Ugyanazon évben történt meg a debreceni hadifogoly átadó-átvevő állomás felszámolása is, így 1950-ben már Nyíregyházán fogadták a körülbelül 8000 főnyi hazatérőt. Ezzel párhuzamosan a hadifogoly gondozás területén a súly egyre inkább áthelyeződött az egészségügyi és szociális ellátásra, vagyis a kórházak, szanatóriumok és szociális otthonok felújítására, bővítésére. Majd 1949. januárjában a Népjóléti Minisztérium szociális főosztályának hadigondozással foglalkozó részlegét magába olvasztotta az 1948-ban létrehozott Országos Hadigondozói Hivatal, és ezzel lényegében lezárult a hadifogoly kérdés kiemelt feladatként való kezelése. És most szeretném ismertetni a hadifogoly átvevő gépezet működését. Az első nagyjából 90 főnyi szállítmány 1946. augusztus 11-én érkezett Debrecenben, de amelyben kipróbálhatták, majd az utánok következőkön tökéletesíthették a hadifogoly gondozás folyamatát. Itt két kép, ahogy a állomásról vonulnak át a laktanyába a hazatérő hadifoglyok. A lelkiismeretes munkának köszönhetően az év végéig több mint 16 000 fő térhetett haza szeretteihez,
ami csak főpróbának bizonyult, mivel az elkövetkező években lényegesen nagyobb tömegben szállították haza honfitársainkat a Szovjetunióból. 1947-ben a párizsi békeszerződésnek és az augusztus 31-én megtartott országgyűlési választásoknak köszönhetően 76 szerelvényen több mint 100 000 hadifoglyot hoztak haza a Máramarosszigeti és a fogsányi gyűjtőtáborokon keresztül, ahol 6-8 napot töltöttek el, mielőtt tovább utaztak Magyarország felé. A szovjet hatóságok magyar kérésre az a szállítandó magyar hadifoglyok többségét a Máramarosszigeti gyűjtőtáborba vitték, mivel innen rövid távon kellett román területen átmenni, majd Kárpát-Ukrajnán keresztül jöhetett a szerelvény Záhonyon át Debrecenbe. Ez azért volt lényeges, ugyanis a románok bérleti díjat szedtek a sinekért, amin a magyar szerelvények áthaladtak. A szovjetek alapvetően három szerelvényt működtettek ingajáratban Máramarosziget és Debrecen között, ez az út átlagban 12-16 órát vett igénybe. A fogsági gyűjtőtáborból két nap után indultak a szerelvények, és Biarkeresztesnél lépték át a magyar határt. Az 1948. volt az utolsó év, amikor még nagy hadifogos szállítmányok érkeztek keletről, abban az évben még több mint 84 000 főt adtak át a szovjetek a magyar hatóságoknak. 1949-ben viszont már csak alig több mint 5 000 érkeztek Debrecenbe. A cél az volt, hogy egy-egy hazatérő 24 óránál hosszabb ideig szinte sohasem tartózkodjon a tábor területén, így egy rövid ünnepélyes fogadtatás követően azonnal megkezdődött a velük való foglalkozás. Itt lehet látni, hogy persze nem minden szállítmány kapott ennyire szép ünnepséget, de amikor kint volt a sajtó vagy valami nagyobb politikus itt tartózkodott, akkor azért ilyenek voltak. Egy ekkora méretű tömegadminisztráció zavartalan, precíz és gyors lebonyolítása csak a megfigyelések felhasználásával előre és persze lebontva elkészített munkaterv szerint volt lehetséges. Pontosan tudniuk kellett, hogy egy-egy személy mennyi időt tölt el egy-egy munkarészlegen, mennyi időbe telik egyiktől a másikhoz való átjutása, mennyi időbe kerül az élelmek kiosztása a nap bármely szakában, mikor futnak be a hadifogoly szerelvények, és mikor indulnak menetrend szerint a hazautazók vonatai. A hadifoglyok először is egy gyors és alapos fertőtlenítésen és orvosi vizsgálaton mentek keresztül a Dobozi utcában lévő városi fertőtlenítő intézetben, amit már korábban említettem, a város ezt ingyen bocsájtotta a rendelkezésre. Itt lehet látni a Google Maps print screen-eltem ki, hogy gyalog, most egy 900 méter 13 perc, akkor egy kicsit rövidebb volt, mert nem így mentek az utcák. Felül az intézetről nem találtam képet, de itt a területről a 70-es évekből most a Rigül főiskola ablakából készült egy kép, és ezen a részen volt a fertőtlenítő, itt lenne a Dobozi utca, és itt van, és szerintem itt van egy kéményes ház, és úgy gondolom, hogy ez még annak a intézménynek lehet a maradvány, tehát a nagy kémény. Ma a Dobozi utcán ez a terület így néz ki, amit látjuk. És itt akár éjjel, akár nappal megszakítás nélkül is dolgoztak, óránként akár 250 személy ruháját tudták szakszerűen fertőtleníteni gőzkazánokban. A betegeket, nőket, gyerekeket és a helybelieket előre vették, ők elsőbséget élveztek. Amíg az öltözék tisztult, addig az emberek, egyidejűleg 50-60 fő, egy frissítő és tisztító fürdőn vettek részt, amely után következett a szak és általános orvosi vizsgálat. Röntgen, vizelet, fogorvos, stb. Ott kiderült, hogy ki milyen egészségi állapotban van, és kinek van tudott vagy nem tudott betegsége. Például TBC, malária, bőr vagy nemi betegség, reuma, fokján, stb. Mi érdekesség, hogy a nemi betegség is vizsgálni kellett őket, mert ugyanis a kint lévők éltek. Nem életet akár a őrök és a fogvatartók, de akár a fogvatartók között is egymás között. Sőt, volt rá eset, hogy kisgyerekekkel tértek haza a kint lévők. Általában ők mivel kint születtek, szovjet állampolgárok voltak, és felajánlották az anyáknak, hogy akár kint is hagyhatják a gyerekeiket. Ez nagyon kevés esetben történt, mert általában mindenki hazahozta. Itt kiderült, hogy kit kell otthon kezelni, vagy kit kell azonnal a kórházba szállítani. Már az orvosi vizsgálati lappal a birtokukban a hadifoglyok átmentek a pavilon laktanyában lévő táborba, ahol az irodai dolgozók várták őket, hogy felvegyék az adataikat. Átadják leszerelő papírjaikat,
Hát a leszerelő papír csak a katonáknak kellett, a civileknek azért nem. Személyazonosság igazolványukat, díjtalan utazási utalványukat és zsebpénzüket, ami kezdetben 5 forint, majd később 20 forint volt. Elkészítették a névsorokat az átadó állomás és a minisztérium számára. Azoknak, akiknek a hazafelé tartó vonatukra hosszabb ideig kellett várakozniuk, átmeneti szállást biztosítottak a táborban, ahol az idő eltöltésére napilapok álltak a rendelkezésükre, időnként színtársulatok szórakoztatták őket, illetve naponta 200-300-an a helybeli mozikban is elmentek megnézni egy filmet. Itt éppen lehet látni, hogy a, mondom, a valami színtársulat vagy egy énekes társulat jött és a hadifoglyokat szórakoztatják. Mindeközben a hadifoglyhíradó, amelynek itt egy kinyomtatott számát lehet látni digitalizálva, mikrofonszolgálata folyamatosan működött. Ők tudatták a hazaértérőkkel, a hozzátartozóik levelet, vagy bármiféle üzenetet küldtek számukra, tájékoztatta a kapu előtt várakozó debrecenieket a hazaszállított debreceniek névsoráról, valamint itt kérhettek információt hadifogságban lévő szeretteikről és hozzátartozók. Itt lehet látni, hogy ez az első oldal, itt a második oldal, vagy harmadik oldal elkezdődött a hazaérkezettek névsora, és ez az utolsó, a 12. oldal, tehát ott volt vége. Tehát egy-egy szállítmány, egy gyorsan legépelték, és ezt pillanatok alatt ki is nyomták, és küldték ki a városba. A Magyar Vöröskereszt munkásai itt rögzítették a kintről hozott üzeneket és híreket az ott maradt vagy elhunyt bajtársakról. A vonatindulás előtt 2 órával hagyhatták el a tábort, és a vasútállomáson részükre biztosított külön kocsikban szállhattak fel. A menetképtelen, de utazóképes betegeket személygépkocsival szállították ki a pályaudvarra. Útravalónak pedig kaptak egy jó tanácsot. Soha senkinek ne beszéljenek arról, hogy hol voltak és mit csináltak, mert visszakerülhetnek oda, ahonnan most hazajöttek. És most pár szó még a hadifoglyok nyilvántartásokról. A Szovjetunióból Debrecen városán keresztül hazaszállított hadifoglyokról és elhúzott polgári személyekről 3 hiányos nyilvántartás, névjegyzék maradt fenn a levéltárakban. Az első a debreceni fertőtlenítő intézetben az orvosi vizsgálat során felvett egysoros jegyzőkönyvek indigós másolatai, a második a debreceni hadifogoly átvevő bizottság kézelét nyilvántartásai, amelyeket a hadifoglyok leszerelésekor készítettek, a harmadik pedig az utóbbi a gépelt változata, amiket a Népüléti Minisztériumnak kellett megküldeni. Ezeket a különböző adattartalommal bíró névjegyzékeket a levéltár munkatársai feldolgozták és tették kutathatóvá külön-külön adatbázisban, az adatbázis a online felületen, ez a Magyar Nemzeti Levéltárnak a adatbázis gyűjteménye, ezen belül is a Szovjetunió belhúzolt a gyűjteményi felületen annak a adatbázisok. Itt található a 700 ezer hadifoglyok kartonnak az adatbázisa is, meg egyéb adatbázisok még. Mindhárom nyilvántartás többé-kevésbé hiányos, hónapok is tűnhettek el, semmi sűhettek meg. Az elmúlt évtizedekben ezért nem fedik le teljes mértékben egymást, nem egyeznek 100%-ban a bennük rögzített névsorok, pedig meg kellene, hogy egyezzen. Az első nyilvántartás a debreceni fertőtlenítő intézet jegyzőkönyvei hazatért hadifoglyokról. Mint ahogy azt már az előzőkben is mondtam, az első magyarországi nyilvántartásokat a hazatértekről a fertőtlenítő intézetben készítették, ahol a tengeri adminisztrációt a tiszteletdíjas orvosok mellett tevékenykedő önkéntesek végezték, akik a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége debreceni szervezetének asszony és lány tagjai voltak. Szám szerint 30-an. Itt lehet látni egy jegyzőkönyvet. Az oldalanként kb. 20-as egysoros jegyzőkönyvet tartalmazó lapok eredeti példányai 1956-ban a Népüléti Minisztériumot kért találat során megsemmisültek. Így csak azok indigós másolatai maradtak meg, amelyek több helyen is elmosódottak, nehezen olvashatók, valamint néha sorok maradtak le a lap alján, mert rosszul volt elhelyezve az indigó. Továbbra mindre elmondható, hogy az orvosi vizsgálat során nem minden rovatot töltöttek ki a fejlésznek megfelelően. Ugyanis a hadifoglyok édesanyjának a nevét nem írták be, ott lehet látni, ez a oszlop üres. Az anamnézishez viszont a foglalkozás került be. A teljes lakcímek helyét csak a település nevét tüntették föl, míg a lap jobb oldalán, oldala kvázi megjegyzés rovatként szolgált. Tehát
ez a rész itt nem a fejlesztőkkel, hanem inkább ilyen megjegyzéseket írtak az állapotukról. A hazatérő betegségeivel kapcsolatos észrevételeket írták ide, vagy az, hogy egészségesen érkezett a Debrecenbe a hadifogoly. Az előbbieken kívül a jegyzőkönyvekből még megtudhatjuk az orvosi vizsgálaton átesettek nevét és életkorát, milyen vizsgálatokat végeztek el és milyen eredménnyel, valamint annak keltezését, vagyis a hazatérés napját. Az iratanyag érdekessége, hogy 1950-ben felvett jegyzőkönyvek már Nyíregyházán, az ottani fertőtlenítő intézetben készültek, mégis ez a levéltári fonthoz csatolták hozzá, valószínűleg nem vették észre akkor, pedig különböznek is, mert a Nyíregyházán készült jegyzőkönyvek nem indikus másolatok, hanem ceruzával írtak. A következő névjegyzék a Debreceni Hadifoglyi Átvevő Bizottság nyilvántartásai hazatért hadifoglyokról. A fertőtlenítés és az orvosi vizsgálatot követően a hadifoglyok visszamentek a pavilon laktanyával lévő átadó elfoglyi állomásra, ahol már korábban említettem, itt az ötfős bizottság, a Debreceni Hadifoglyi Bizottság irányította az ottani munkálatokat dr. Vadászi Sándor szociális felügyelő vezetésével. A bizottság irodáiban a hadifoglyok adatai szakirányítás alatt mindössze 20 hivatásos alkalmazott és közel 200 önkéntes vette fel, akik közül a legtöbb szintén a Magyar Demokratikus Szövetség a debreceni szervezetének asszony és lánytagjaiból került ki. Itt egy jegyzőkönyv, mint a sok ezer oldalból. Ők készítették el a kézzelírt névsorokat, a táblázatokkal együtt a bizottságnak és az azokról készült gépek másolatokat a Népjóléti Minisztériumnak. Az előbbiek tartalmazzák 25-26 hazatérő honfitársunk nevét, rendfokozatát vagy civil státuszát, édesanyjuk nevét, születésük helyét és idejét, lakhelyüket és foglalkozásukat. Sok köztük a szakadt gyűrött kötet, amelyekben több oldal is kivételesen rossz, illetve hiányos állapotban maradt meg. A Népjóléti Minisztériumnak megközült névjegyzékek a Hadifoglyi Átvevő Bizottság által készített nyilvántartások egy-két napon belül legépelt változata. Igenis, ezeket szinte egyből gépelték és küldték fel a minisztériumba. Ezek szintén az önkéntesekre hárult ez a feladat. A két névsornak teljes egészében meg kellene felelni egymásnak, azonban mégis vannak köztük eltérések. Egyrészt mert a minisztériumnak továbbított névjegyzékek nagyon rossz minőségű, vékony papírra lett gépbe, nem tudom, aki a 40-es évek végén fogott már ezt a pausz jellegű papírt, egyszerűen sporlik, szakadt szét az ember kezéből. És emiatt néha több nap is hiányzik részben vagy teljes egészben. Másrészt, mert számtalanul sok az elírás, félreolvasás a gépelt alanyban. Találkoztunk például ilyennel, hogy a kézzel írt férfi keresztnevet a gépelt változatban már női keresztnévben írták át. Ennek oka, hogy a másolatokat gyorsan kellett elkészíteni, nem volt idő rendesen kibetűzni a kézzelű szavakat, nem volt idő visszaellenőrizni, sok esetben akkor is legépelték, ha nem volt semmi értelme az általuk kiolvasott sornak, mindegy volt, csak haladni kellett. Az oldalanként kb. 45-55 hadifoglyi adatai, név, rendfokozat, anyaneve, születési lakhely tartalmazó névjegyzékekből készítettünk egy napra és a névre kereshető adatbázist is. Még van egy nyilvántartásunk, ami nem a teljes országos, és az a 47. évi országgyűlési választásokra hazahozott debreceni szavazókörökben leszavaztatott hadifoglyok névjegyzéke. A debreceni hadifoglyok átadó átvevő állomás legnagyobb forgalmat 1947. augusztus 31-én megtartott országgyűlési választásokat megelőző két napon bonyolította le. Akkor lehetett látni, hogy akkoriban gyakran volt itt Rákosi a vendég a városban, szórólapokat osztogattak, sőt a kommunista pártagait felvilágosították, hogy hogy látogassák meg a hadifoglyok családjait, hogy kinek köszönhetik a hadifoglyoknak a hazatértét, tehát fel kellett őket világosítani. De hát most ez nem volt egy nagy szám, mivel kommunista kérte kommunistától haza a foglyokat, tehát ez nem tartom olyan nagyon ügyeskedésnek. Ez alatt a két nap alatt négy szerelvényel több mint 6000 fő érkezett be és ment át a gépezeten, amelynek feladatai a korábbiakhoz képest a következőkkel egészültek ki. A választójogi rendelet intézkedéseinek megfelelően a beérkezett hadifoglyok választójogosultságának elbírálásával, a jogosultak választói névjegyzékbe való foglalásával és a táborterületén működött négy szavazatszerű bizottságnak a leszavaztatásával. Vadászi Sándor erről a Debreceni Képes Kalendáról csinált is egy táblázatot, hogy hogy ment át, tehát
két nap alatt úgy lepörgették, hogy 31-én évfélre teljesen üres volt a laktanya. A 6000 ember mind hazament. A levéltár munkatársa ebből is csináltak egy adatbázist. Ez a munka még folyamatban van, de hamarosan szeretnénk kipublikálni. A névsorok valószínűleg nem a hazatérők bemondásának kell készültek, hanem a debreceni hadifogó átlevő bizottság nyilvántartásáról másolták ki az adatokat. Itt még van egy érdekesség, van egy megjegyzés rovat, ugyanis van 10-valahány ezer nevünk, ami szavazott, és több mint 1000 név, aki nem szavazhatott is, oda általában az van mérve, hogy csendőr, SS, a Volksbund, tehát ők ki voltak zárva a szavazásból. Ebből kifolyólag nagyon sok benne az elírás, mert nem bemondás, hanem elővették és másolták, hogy sok a személy és helynevet nem is tudtak rendesen elolvasni, az időrűvétségeikkel erre nem is fektettek hasút. Sőt, mivel ezt másolták, felhasználták arra is, ami az iratnak érdekessége, hogy hivatalosan ez alatt a két nap alatt több mint 6000 fő érkezett Debrecenbe, azonban a választó névjegyzékben 15000 név van benne. Ez a dolog, ez majd egy következő előadást érdemel meg, hogy hogyan került a 6000 név helyett 15000. Valószínűleg ez a 15000 mind leszavazott, és valószínűleg egyetlen egy pártra szavazott az a 15000 fő. Köszönöm a figyelmet, és... Nem tudom, lenni egy pár perc, hogy lenne egy filmrészlet, amit le tudnánk játszani, ugyanis van egy szerencsék, hogy az egyik önkéntes, akit nem kell beutni, Varga Júlia, volt könyvtárosunk, ő dolgozott önkéntesként itt, és neki az egyik filmben egy röviden visszaemlékezik, hogyha még van egy pár percünk ezt. Nem van, mert úgy. Hagyják ott a kisgyereket, majd intézetbe beteszik és fel.
mennyire az anyai szeretet uralkodott még olyan nyomorúságos körülmények között is. Az eredeti ötlet, a temető felújításának ötlete, az nem a városi tanácstól származik, hanem Majoros László vérnekezredestől, aki helyőrség parancsnok. Köszönjük szépen Szita Gergő előadását, illetve a volt kollégának a videóját. És akkor most, ahogy az első szekció is hasonlóan van lehetőség kérdésekre. Elnézést kérek, ha már egy plusz időt kért az előadó, hadd kérek én is még ez a témához 2 percet. Az eredeti meghívón 7, azaz 7 előadás szerepelt, sajnos a 7-re nem kerülhet sor, mert az előadó dr. Boda József nyugállományú vezérő nagyúr egészségügyi okok miatt lemondta az előadást. Igaz, hogy elkészítette a PowerPoint változatát, de megmondom őszintén, felolvasni vagy kivetíteni, ez nem lett volna illós. Talán egy más alkalommal majd táborokon majd meg tudja tartani ezt az előadást, de mi is lett volna ez az előadás. Hallottuk a hadifoglyokról, de ennek van egy előzménye. 1944-ben, amíg a Idéglenes Nemzeti Gyűlés, illetve az idős kormány megalakult, a békekötés megtörtént, Magyarországot kötelezték hadba lépésre Németország ellen. Azonnal a hadifogói táborokba toborzást tartottak, és ezrével, hanem tízezrével jelentkeztek, hogy hazatérhessenek. És azonnali hatállyal, rövid időn belül hozták is őket haza. Természetesen számukra ez katonai behívás vagy szolgálat tovább folytatását jelentette. Általunk, és általam is megmondom őszintén, mikor először kiírtam, akkor úgynevezett demokratikus hadsereg, ami nem létezett. Ilyen megnevezés nem létezett soha. Új Magyar Honvédség volt a neve. Szakály professzor úr javította ki a tévedésünket, és ebben az Új Magyar Honvédségben 7, azaz 7 gyalog hadosztályt kellett felállítani kötelezettség szerint. 2 hadosztály állt föl, szerelték föl, és egészen Ausztriáig jutott a 2 hadosztály, de harcba vetésre nem került sor. Bizonyos részeit rendvédelmi feladatokra osztották be. Ezen kívül nagyon nagy számban műszaki szervezeteket hoztak létre, zászlóhajtól egészen dandár kötelékig. Igaz, hogy ebben sokszor csak a megnevezés volt az igaz, valójában a kötelék nagysága az változott, ugyanis a közlekedéshez a vasutakat fent kellett tartani, a nagyobb részben helyre kellett állítani. Ezért vasútépítő dandárokat, vasútépítő zászlóhajókat szerveztek, akik 1944-ben a hazatérés követően műszaki alakulatként mind Romániában, mind Kárpátalján, mind Magyarország területén műszaki feladatokat hajtottak végre. Erről szólt volna gyakorlatilag vezérőnök az előadás, ami sajnos most így nem tud részletében megvalósulni, de úgy érzem, hogy ezt el kellett mondjam. Remélem, hogy mindent helyesen és pontosan mondtam, ezért igyekeztem szükségbe lenni. Köszönöm szépen és a türelmüket is. Tehát akkor ugyanúgy lehetőség van, mint az első szekcióban is volt, kérdéseket feltenni. Parancsoljon! Ismét a tanár úr említette, hogy Moszkvába hát elégen hűvösen fogadták a tárgyalók részükről. Nem csak az volt ott a tüske, hogy Horthy hát átadta a hatalmat Szálasinak, hanem a moszkvai nagykövet, mikor átakart adni a hadüzenetet Molotovnak, Molotov visszaadta neki, nem tudom, Szőlősi volt a nagykövet, nem én idegszem rá, hogy azzal a felszólítással, hogy gondolják el még egyszer, mert
a területi igényeket is, hát a, majd akkor a Szovjetunió úgy fogja tekinteni, hogy pozitívnak. De értesítette Bárdosit a magyar nagykövet, és nem tudom, de a, úgy tudom, hogy a Horthy emlékiratában úgy, hogy ő erről nem tudott. Pedig föltételezem, hogy az akkori uralkodó osztályú nagy koncot, hát remélt ebből a szovjetunióbeli hadjáratról. Sőt, ugye Szovjetunió az 1848-as zászlókat is visszadta Magyarországnak. Tehát egy kedvezményt, illetve kedvező lépéseket ezáltal. A másik az Ölezredes úrnak. Jövőre lesz 80 éve, hogy megalakult a Bocskai laktanyába a demokratikus hadsereg, én úgy nevezem. Miért nevezem úgy? Mert a hadifogja, a háború poklát megjárt katonák, a hadifogói szenvedéseit, sőt, a környező fiatalok is beléptek ebbe a honvédségbe. Köztük Olá István hadseregtábornok, aki a néphadseregbe hadseregtábornokig vitte. A legjobb miniszterünk volt, elmerem mondani, katonai pályafutásom során. Sokan voltak. De öt tábornokat adott ez a hadsereg. Nem ragozom, voltak, ott van a falán a Bocskai-laktanyának a emléktábla. Jövőre fogjuk március 4-én koszorúzni a vasútépítő zászlói táblája is. És ez magyar önkéntesek hajtották végre. Nem a szovjetok is maguknak szerveztek, de más alapra tartott. Köszönöm. Igen, valóban a Szovjetunió viszonya Magyarországhoz gyökeresen más volt 1941-ben, mint 1944-ben. Hát ebben az értelemben valóban másra lehetett számítani a 41-es körülmények között, mint ami később 1944-ben realizálódott. Itt megszületettemben támogattak meg egy szóját. A lezredes úr is? Igen. Reflektáltál, kérdést nem hangzott, de... Nem kérdés volt, de én tartom magam a elismert történészek által kiavított hibámhoz, hogy nem demokratikus vagy csörek hivatalosan, hanem új magyar honvédség, de ez nem változtat a lényeget. És ez nem a Szovjetunió által szervezett hadsereg, illetve alakulatok voltak. Ez a magyar ideiglenes kormány által szervezett alakulatok voltak. Az más, hogy a szovjet hadsereggel együtt kellett volna nekik harcolniuk, illetve az ő érdekükben is, mert hiszen az ország újjáépítéséhez is érdek volt ahhoz, hogy a vasutak, a hidak újra járhatóak legyenek. Tehát ez azért kicsit közös a megfogalma, illetve a jelentőség ennek a dolognak. De ha megemlékezésre úgy gondolják, akkor a vezérőknagy urat szívesen kikomendálom a megemlékezéshez, hogy erről tartson majd egy előadást. Én ismerem, mert írásban megjelent ez a cikke a honvédelembe, meg a történészekről. Láttuk már olyat, hogy egy hadüzenet nélküli háborút, hát ilyen villongásnak tüntettek be a történészek. De hát van rá példa, sőt a zsidó üldözést is ilyen, hogy is hívják ezt, népi, ilyen valami más mozgalomnak, vagy áttelepítésnek nevezte, pontosan a szakály sárga. Esetleg egyéb kérdés? És akkor részemről parancsoljon. Köszönöm szépen, Kertész Bírói vagyok, és szépen kedvem is szeretném a szövődésához. És kérdezem, hogy tudunk-e arról valamit, hogy a hadifogói táborban, mielőtt hazaküldték volna a hadifoglyokat, akkor milyen
bonyolítavarót kaptak, volt-e valamilyen tanfolyamra számokra szervezve, volt-e valamilyen ideológiai útmutatás a számukra, illetve mivel voltak ők ott úgy majd ellátva, hogy még a Szovjetunióban, még mielőtt ők az érkeztek volna. Erről mit tudunk konkrétan? Elég hosszú lesz a válasz. Egyrészt elég furcsa engedték, például Sándor bátyát tudom, hogy az édesapjától úgy engedték el, hogy szélek ellen szedték, ahol Szibériában, majd Kijev környéken gyűjtötték össze az embereket. Tehát addig úgy hadifoglyok kóboroltak az országba, eljutottak Kijevig különböző útmutatások alapján, és akkor ott összeszedték őket, és akkor vonatra. Ideológiai képzést azt kapott, aki szeretett volna, tehát voltak különböző antifasiszta képzőiskolák, partizán képzőiskolák, aki hamarabb haza szeretett volna jönni, az elment egy ilyenbe, és akkor haza lehetett. Tehát voltak annak is fokozatai egyes, kettes szintű, például van fönt Örkény Istvánnak is egy visszaemlékezése, hogy mikor ő hadifogságba került. Eleve nem akart, egy munkaszolgálatos volt, de már amikor a Domba fogságba esett, már jobban tudták, hogy a szovjetek szarabú bánnak a munkaszolgálatosokkal, mint a magyarok, tehát rávédős a kifejezés. Tehát ugye nem a jó, tehát felvett egy tiszt, altisztnek talán a ruháját és próbált menekülni a fogságba esett. És ő írja, hogy ő eljelentkezett egy antifasiszta iskolába, hogy hazajusson, és akkor az volt a feltétel, hogy belép a kommunista párba, de nem akart belépni. De mondták, hogy lépjön, mert nem, akkor hazaengedték. És volt egy NKVD-s barátja, és akkor egyszer csak utána jött, és mondta, hogy lép már be, hát be kéne. Mondta, hogy nem, menj haza nyugodtan, mert akkor belépek. De ha én most visszamegyek, jössz velem. És belépett utána. Tehát, hogy csak az kapott ilyen ideológiai képzést, aki akart, tehát nem volt kötelező. Amúgy elég szépen kinevelték, tehát ez szintén Sándor bátyám kutatás, hogy ezek ott elég szép garnitúrát kineveltek, a utáni országirányítás, katonai irányítás, tehát nagyon sok helyen megjelentek később ezek az emberek. És most elárom, pedig hallgat, mert most legtalálom, hogy erről a demokratikus hadseregbe egy tanulmányát, mert amelyek azt mondta, hogy fogják. Nem volt ez olyan szép. Tehát nagyon is benne volt a Szovjetunió keze, nagyon is benne volt a partizánok keze, akiket kiképeztek, és nem volt ez egy olyan szép történet. És utána ezek nagyon sokan megjelentek a később irányításban, de nem akarom lelőni a tanulmányát, majd most már tényleg hamarosan legtalálom, és tudjátok. Köszönjük szépen! Egyéb kérdés? Jó, mielőtt átadnám az árszót, a szervezőknek, jó magam részéről is szeretném megköszönni az előadókat, mint a hallgatóságnak, és úgy vélem, hogy bizonyos tekintetben, sőt, szinte teljes mértékben értékes előadásokat hallhatunk, és egy kis valódik a számít, illetve zárnám, hogy nem úgy mentem, mint ahogy jöttem, a különbség volt közöttem. Úgyhogy ezzel az árszóval irányt is adom, hogy a tényleges szervezők zárják ezt a rendezvényt, tehát kérem Erdő Károly Gábor századost, illetve Lévai Miklós alezredest, hogy zárják el a mai rendezvényt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az árszó lenne a feladatom és a köszönetnyilvánítás, de előtte hadd mondjak el néhány dolgot. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnökének, Lévai Miklós alezredes barátomnak a ötletére, kezdeményezésére valósul meg ez a konferencia sorozat. Én a Dori Bajtási és Kegyeleti Szövetség elnöke vagyok. Mindketten a magyar királyi honvédség történetét dolgozzuk fel, követjük nyomon, mégpedig egy több mint 30 éves együttműködési szerződés alapján. Valamikor a két szervezet alapító elnökei kötöttek együttműködési szerződést egymással, amely együttműködési szerződést 2021-ben a Dori Szövetség 30 éves megalakulásának 30 éves évfordulóján mi megerősítettünk. Azóta gyakorlatilag minden tevékenységünkben, egymás mellett, egymással szövetségben, egymással együttműködve
működünk. Attól függetlenül, hogy talán sokakban felmerült a kérdés, vagy néhányokban felmerült a kérdés, hogy a Dori Szövetség az szintén a Magyar Királyi Honvédség történetéhez tartozó, de egy 1942-43-as esemény harci cselekménnyel, háborús cselekménnyel, annak előzményeivel és annak következményeivel foglalkozik leginkább. A Honvéd Hagyományozó Egyesület pedig az egész Magyar Királyi Honvédség történetét dolgozza fel. De mint tudjuk, semmilyen eseménynek, semmilyen történelmi eseménynek, így aztán hadtörténeti eseménynek esemény sincs, aminek nincsen előzménye és nincsen utóéve. Ebből a szempontból is kötődünk egymáshoz, de ez nem csak egy szerződéses kapcsolat a miénk, hanem talán elmondhatom, és nem árulok el vele titkot, hanem egy sok éves barátság története is. No, egy kis magyarázat akart lenni, talán nem is túl jól sikerült magyarázat. Minden esetre mindkettőnk nevében szeretném megköszönni. Egyrészt a szervezésben kulcs szerepet vállaló Vármegyei Levéltár igazgatójának, munkatársainak azt a rengeteg segítséget, amit kaptunk a konferencia megszervezéséhez. Másrészt szeretném tisztelettel megköszönni az előadóknak azt, hogy elvállalták az előadásaikat, azt, hogy olyan lelkiismeretességgel készültek fel erre, ami én azt hiszem nyugodtan mondhatom párját ritkítja, és azt, hogy azokat az ismereteket adták át nekik, amik talán nem mindenik tőlőnek voltak a birtokában. Én mind benne csatlakozva előttem szólóhoz, hogy mindannyian egy kicsit többekként megyünk haza, mint ahogy idejöttünk. És végül szeretném megköszönni minden résztvevőnek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és részt vettek ezen a konferencia sorozaton. Mondhatnám tovább, hogy folytatás következik. Nagyon szépen köszönöm, és meg egy pár szó erejéig visszaélve a türelmükkel visszaadom a szót Miklós barátomnak. Tisztelt jelenlévők, ugyan már nem először, de az előadók, szervezők, rendezést végrehajtóknak a köszönetünket szeretnénk átadni. Egy házi asszonynak úgy illik, hogy virággal kedveskedjük. Úgyhogy Erzsébet nagyon szépen én tudom nagyon jól, hogy a mai kor tudósai, meg már mindenki szinte számítógépen dolgozik. De azt is nagyon jól tudom, hogy ezek a tudósok, meg mindenki tud még írni. Remélhetőleg, hogy fiatalok vagyok különösképpen. És szeretnénk egy apró kis emléket hagyni, hogy itt voltunk, egy ajándék tárgyal, egy gravírozott tollal, ami ugye a 80 év történetét tartalmazza, és egy megcímkézett kis tokkal, ami akár íróasztalon tartva, akár hol, használva vagy nem használva, biztos hasznos lehet. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is. És akkor természetesen minden előadónk a tábornokhoz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Kívánom már, hogy látható legyen. Közben professzor úr elment, ugye? Visszajön. Visszajön még? Jó, akkor köszönjük szépen az előadás és minden más egyéb segítséget. Pintérül ugye közben elköszönt, és én nem voltam elég figyelmes, hogy átadjam neki, de mivel az unokán karcagon növekszik, és havonta meg kell jelenjek, nehogy nem maradjak a fejlődésben. Ezért majd személyesen elviszem, és személyesen majd megkeresem és átadom neki. Professzor úr, meg majd bármikor visszaérkezem. Szóval nem mentem csak. Jó.
És akkor visszaadnám a szót a levezető elnöknek, hogy a legközelebb, a legfontosabb esemény is következzen be. Az most fog következni, igen. Ne üljön ez a hidegtel, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a részvevőknek és az előadóknak is. Az előtérben szeretettel várom minden éhes és nem éhes gyomrot is. Köszönöm. Thank you.